Három női címszerep, Gioconda, Lammermuri Lucia és Carmen is feltűnik a Magyar Állami Operaház februári és márciusi előadásainak plakátjain. A frissen bemutatott Giocondában Sümegi Eszter nyűgözi le a közönséget. A Lammermuri Lucia előadásain Edita Gruberova és Kolonics Klára, a héten frissült repertoár darab, a Carmen főszerepében pedig Mester Viktória látható és hallható. 27 éves voltam, amikor megkaptam először. Selmeci György kínált meg ezzel a szereppel, és nagyon nagy szerencsének tartottam azt, hogy én olyan fiatalon ezt megformálhattam. Vajon mi a közös ezekben a főhősnőkben? Milyen ívet ír le a romantika századának 30-as éveiben született Donizetti opera és a 70-es éveiben keletkezett Ponchielli és Bizet mű? A vadromantika közepén született a velencei turista látványosságként bemutató opera a Gioconda főhősnőjét, a bemutató korán a közönsége kicsit túl szenvedélyes figurának tartotta. A 17. századi utcai énekesnő ugyanis egy álruhás hercegbe szerelmes, mikor viszont vetétásnője megmenti anyját, rögtön a vetétásnő mellé áll. Ám azért, hogy ne kelljen egy rivális utcai énekes szeretőjévé válni, képes szíven is szúrni magát, csak filmen látni hasonlót. Hogyha megnézzük az 1950-es évekbeli olasz filmekbe, a Lollo Brigidának vagy a Sophia Lorennek a nagyfilmjeit, tulajdonképpen ugyanezek a fajta asszonyok láthatók benne, akikkel nem feltétlenül tudunk azonosulni, de azt mondjuk, hogy hát azért ezek baromi jó. A februárban 6 előadáson is látott Lammermuri Lucia díszleteit építik éppen. A fiatal, kiszolgáltatott nő figurája ellenpontja a Gioconda érzelmi ösztönlény nő típusának. Nem véletlenül. Luciái egy 40 évvel korábban megírt nőalak más lehetőségekkel és feladatokkal is. Az 1830-as években egy lánynak abszolút engedelmeskednie kellett az apjának, a családjának, a családja akaratának. Avval házasodott, avval találkozott, akit kijelöltek számára. Semmiféle más útja nem volt. Úgyhogy Lammermuri Lucia így tulajdonképpen a saját korának egy teljesen tipikus gyermeke. Nem véletlen, hogy az első felvonás áriája, vagy az őrülési jelenet az opera hősnő két legfontosabb pillanata. A keletkezésének a valódi oka, hogy a koloratúr szoprán, a primadonna ki tudjon bontakozni és nyűgözze le a közönséget. És hát azt gondolom, hogy a pesti közönség boldog lehet most idén is, hogy Edita Gruberova és Kolonics Klára nyűgözi le őket. Csütörtökön kezdődtek meg a 2014 óta repertoáron lévő Carmen idei előadásai az Erkel Színházban. A dohánygyári munkás operában elmesélt története, a romantikus Gioconda előtt egy évvel készült ugyan, ám Carmen figurája jóval megelőzte korát. A Bizet opera talán a bemutatójának közönsége számára túlzottan is modern nőt rajzolt, meg is bukott. Évtizedek múlva lett csak nagy hatása, amikor az utca embere az opera színpadra lépett. Carmen volt az a figura, aki a gróf kisasszonyokból és ezekből a nemes asszonyok helyett egyszerűen utat nyitott az utca emberének, amivel a kakasülő közönsége is azonosulni tudott, mert azt mondta, hogy te jó Isten, hát ez olyan, mint mi. Pont ugyanígy üldözte el a szomszédasszony a barátját tegnap este, hogy Carmen kidobja Don Josét. Mester Viktória márciusban Carmen szerepébe bújik, februárban még a Rossini opera az Olasznő Algírban címszereplőjeként járt túl a Bej eszén. Megkértük, hasonlítsa össze az olasznő 19. század elején írt furfangos nő figuráját Carmenével. Addig, míg Carmen egy igazi őszinte ember, mindig azt mondja, ami van, és valószínűleg ez az ő tragédiája, addig az olasznő furfangos, tehát mindenáron. Egyébként ugyanazzal a vonzerővel rendelkezik, hisz az a férfiakat az ujja köré csavarja, de ő ezt direkt csinálja. Carmen ösztönszerűen él vele, Isabella pedig agyas. Tehát azt mondják róla, hogy ő az opera irodalom legbölcsebb nője. Bár ilyen nőfigurával a Carmen előtt az opera látogató közönség nem nagyon találkozhatott, önök március 13-án és 17-én még ezt nyugodtan megtehetik az Erkel Színházban.